Kérem, menjenek beljebb a kocsiba! Nem látja, hogy előttem is állnak? Csak egy lépés menjen előbbre! Tele van a kocsi, minek szállsz? Ne csicseregjen, annyit inkább nyomás feljebb! Vigye odébb a könyökét! Lecsúszik a kezem, menjenek följebb! Fogózkodjon! Nem bírom, a karom, feljebb, jaj, leesek! Jaj, mi történt? Valaki leesett! Kérem, csengesse le a kocsi! Mi baj van? Mi történt? Egy ember leesett a villamosról. Hát megint az az átkozott ugrálás. Ez nem ugrált, látta? Nem bírt kapaszkodni. Minek száll fel ilyen zsúfol kocsira? Ő a hibás. Nem ő a hibás. Vagy legalábbis nem elsősorban ő. Vizsgáljuk csak meg közelebbről a körülményeket. Reggel van. A város még csak ezután ébred, a villamosvezetők és kalauzok egymás után érkeznek szolgálati helyükre. A pontos megjelenés lehetővé teszi a szerelvények átvizsgálását. Az indító, akinél a kocsivezetők és a kalauzok jelentkeznek, gondosan ügyel arra, hogy a kocsik megfelelő időközönként induljanak ki a forgalomba. Szolgálatba indulás előtt a kalauzok kiválasztják a járatnak megfelelő irányjelző táblákat, melyek az utazó közönség tájékoztatását szolgálják. A forgalmi dolgozók felelőssége már a szerelvény átvételénél kezdődik, ezért ezt a munkát nagy körültekintéssel, lelkiismeretesen kell elvégezni. A kocsi átvételekor ellenőrizni kell a homlok iránytáblát és a számjelzőt. A lökhárítót rögzítése céljából tartónyergébe kell helyezni. Ezután meg kell vizsgálni az áramszedő állását. A kocsi oldalán pedig a kerekeket, csapágyakat, fékpofákat és a hordrugókat. A szerelvény egyes kocsijait külön-külön ellenőrzi a kocsi vezető. Ebben a munkában a kalauzok is részt vesznek. Kipróbálják a világítást és elhelyezik az irányjelző táblákat. Majd megvizsgálják a tolóajtók állapotát. Figyelmük kiterjed az üléspadok és a tartalék lámpa használhatóságára is. Ellenőrzik a kocsi tisztaságát, az ajtók és ablakok épségét és a jelzőcsengő működését. Ez alatt a kocsi vezető a szerelvény végét vizsgálja meg. Ellenőrzi a csapóajtókat, lépcsőket és a kapaszkodó fogantyúkat. Majd szemügyre veszi a hátsó homlok iránytáblát és a lökhárítót. A kocsik összekapcsolásának ellenőrzése a vezető fontos feladata. Itt kiterjedt figyelme a biztonsági vonóláncra, az ütközők és a csatlókábelek összekapcsolására. A szerelvény másik oldalának vizsgálata után fékpróba következik. A mágneses sínfék kipróbálásánál az egyik kalauz segédkezik. A kocsi külső vizsgálatát a vezetőállás vizsgálata követi. A menetkapcsoló kipróbálása előtt kézi kapcsolóval árammentesíteni kell a kocsit. Majd az irányváltó elfordítása után a menetkapcsolóval próbaképpen menetre és fékre kell kapcsolni. Ezzel a kapcsolóval úgy látszik valami baj van, akadozik. Így nem mehet forgalomba a kocsi, meg kell javítani. A lakatos kéznél van, és azonnal hozzá is lát a kapcsoló kijavításához. A kocsi vezető ez alatt kipróbálja a kéziféket. A motorkocsi kalauza valamit hiányol, mert leszáll és a kocsi kiadó felé megy. Közben a lakatos is elkészült munkájával, a kapcsoló üzemképes. A váltóvas hiányzott a kocsiról, de ez a figyelmes kalauz már ezt is pótolta. Most már igazán nincs akadálya az indulásnak. A kézi kapcsoló bekapcsolása és a csapóajtók felcsukása után elindulhat a szerelvény a forgalmi telepről.
kapun való kihaladásnál az első kocsi kalauzának minden esetben fedeznie kell a villamost. A szerelvények egyenletes időközökben folyamatosan haladnak ki a forgalmi telepről, hogy a megállóhelynél várakozó utazóközönséget késedelem nélkül el tudják szállítani. Az egyenletes közlekedés kialakításában a forgalmi dolgozóknak jelentős szerepe van. Ezen a villamoson jól ismerik feladatukat. A kalauzok a megállóban figyelemmel kísérik a felszállást, majd késedelem nélkül indítják a kocsit. A kocsivezető szabályosan, lökés nélkül indít és fokozatosan kapcsol tovább. Így a kocsi egyenletesen gyorsul. Állandó éber figyelem mellett a kocsivezető legtöbbször már nagyobb távolságról érzékeli a veszélyeket és azonnal cselekszik. Ez történik most is. A felbukkanó lovaskocsi megpillantásakor a vezető lekapcsolja a motorokat a hálózatról és lassítással készül fel az esetleges megállásra. A veszély elmúlt. Most már nyugodtan lehet fokozni a sebességet. Vezetés közben figyelni kell az áramkikapcsolási jeleket is, mert az önköltség csökkentése érdekében már jóval a megállóhely előtt meg kell kezdeni a kocsi áramfogyasztás nélküli kifuttatását. Ez biztosítja egyben a lökésmentes megállást is. Újabb szerelvény közeledik a megállóhely felé. Látszik, hogy vezetője figyelmes és óvatos, mert nem rohan eszeveszetten a másik kocsi után. Lelkiismeretes ember, aki tudja, hogy a térközök betartása nem csak a biztonságnak, hanem az egyenletes közlekedés fenntartásának is fontos tényezője. A villamos hálózatban a legnagyobb utasforgalmat a Nagykörúton és a Rákóczi úton közlekedő szerelvények bonyolítják le. Rendkívül sokan utaznak ezeken a járatokon. Éppen ezért a villamos szerelvényeknek megállapított időközönként kell egymást követniük, mert a csatlakozó vonalakon mozgó villamosok férőhelyeit csak így lehet legjobban kihasználni. Ha a villamos szerelvények egyenletesen közlekednek, megszűnik a túlzsúfoltság, ezáltal a forgalmi dolgozók munkája könnyebb, és az utazóközönség szállítása biztonságosabb. Vegyük csak jobban szemügyre a forgalmi dolgozók munkáját ittennél a kettős megállóhelynél. A kalauzok minden kocsin figyelik és irányítják a le- és felszállás menetét, hogy mire a szerelvény indulásra kész, időveszteség nélkül indíthassák azt. A következő szerelvény még messze van ugyan a megállótól, de vezetője mihelyt észreveszi az állóvonatokat, kikapcsolja és áram nélkül futtatja a szerelvényt. A kocsi kalauza is ügyes, rátermett ember, aki felfigyel a lassításra és hangosan jelzi a megállóhely nevét. Az utasok már is készülődnek, így gyorsabb az utas cserélődés. A vezető ismét bekapcsol, mert látja, hogy a kocsik már kiindultak a megállóból. A megállóhoz érve ismét kikapcsolja az áramot és egyenletesen lassítva áll meg. Az eddig látottak alapján csak dicséret illeti a forgalmisták tevékenységét. De figyeljünk tovább! A pótkocsi peronnyán lassan megy az utascserélődés. A figyelmes kalauz igyekszik meggyorsítani ezt a folyamatot. Induláskor különös gondot kell fordítani a biztonságra. Mint a gondolatainkat lesték volna el a szerelvény figyelmes dolgozói, mert az ajtók egymás után rendbe becsukódnak. Ahol a forgalmi dolgozók lelkiismeretesen végrehajtják az utasításokat, nem torlódnak össze a kocsik, hanem egyenletesen elosztva haladnak a vonalon, és a végállomáson sem vesztegelnek feleslegesen. Itt a végállomáson a forgalmi dolgozók nyugodtan elégíthetik ki különböző szükségleteiket a néhány percnyi tartózkodás alatt. Ez természetes velejárója az egyenletes közlekedésnek. Amíg folyamatos rendben és egyenletesen közlekednek a villamosok, addig nincs zsúfoltság, kisebb a baleseti veszély. De amikor a szerelvények egymásba torlódva közlekednek, már is zavarok mutatkoznak.
A járda szigeteken bosszankodó embertömegek várakoznak, és ha végre megjön a következő villamos, olyan tülekedés támad a felszállásnál, hogy a kalauz munkája hiába való erőlködésnek bizonyul. A torlódás nem csak zsúfoltságot okoz és növeli a balesetveszélyt, hanem a bevételi terv teljesítését is akadályozza. Zsúfolt kocsin a kalauz nem tudja valamennyi utas jegyét ellenőrizni. A következő megállónál még több utas várakozik. Nagy részük nem fér fel a villamosra. Ezáltal csökken az utazási sebesség, ami a nagyközönség körében elégedetlenséget vált ki. Sokan a kocsi lépcsőjén tudnak csak tovább utazni. Ezeket az utasokat a leesés vagy lesodrás veszélye fenyegeti. Az a kocsi vezető, aki arra törekszik, hogy utolérje az előtte haladó szerelvényt, akadályozza a közlekedés egyenletes folyamatát. Az előn haladó szerelvény másodiknak érkezik a kettős megállóba. Fölösleges volt tehát a rohanás, mivel most a sietős vezetőnek a megállón kívül kell megállítani kocsiját. Ezzel veszélynek teszi ki az utasokat. Az ilyen villamos szerelvényre persze kevés utas várakozik. Vezetője természetesnek tartja, hogy csak néhány pillanatig kell itt tartózkodnia. A kalauz is sietve jelez, mire a vezető gyorsan rákapcsol. Ez a felelőtlen kocsivezetés a baleset veszély mellett a műszaki berendezésben is károkat okoz. A figyelmetlen vezetés a járókelők testi épségét is veszélyezteti. Ez a szabálytalanul áthaladó fiatalember nem okozna meleg pillanatokat a kocsivezetőnek, ha az beszélgetés helyett inkább az útvonalat figyelné. Persze ilyenkor legkönnyebb a járókelőt okolni. Pedig a vezető most is helyesebben tenné, ha inkább az útvonalat és a jelzéseket figyelné. Különösen itt, ahol éppen váltó felé közeledik a villamos. Szerencsére most csak helytelen irányba kanyarodott a szerelvény, ami idő és áramveszteséggel jár. De a figyelmetlen vezetésből aláváltás is bekövetkezhetett volna, ami mindig kisiklással végződik. Az ilyen hosszadalmas tolatás az egyenletes közlekedésben késedelmet jelent. Ezt persze további rohanással igyekszik behozni a vezető. Az étkezés is elvonja a kocsivezető figyelmét a vezetéstől, úgyhogy veszélyes helyzetekben nem tud idejében cselekedni. Az ilyen kocsivezető nem érzi a szolgálat közben ráháruló felelősséget. Gyakran akadnak fegyelmezetlen utasok, akik elkerülnék a balesetet, ha a vezető a kalauz jelzésére azonnal cselekedne. Ez a fiatalember a vezető kényelmessége folytán könnyen a kerekek alatt végezhette volna életét. Nagy hiba az is, ha a kocsivezető bárkinek a kérésére a kocsi lassításával lehetővé teszi a felugrást. Gondoljunk arra, hogy nem minden ugrás fejeződhet be ilyen szerencsésen. A leugrás is komoly veszéllyel járhat. A kocsivezető felelőtlenségére val, hogy tévesen értelmezett szívesség nyújtásával elősegítette ezt a balesetet. Nézzék, hogy száguld ez a villamos, még a váltókon sem lassítja tempóját. Ez a szabálytalanság nem csak kisiklással járhat, hanem a kocsi és a váltó megrongálódását is előidézi. Tudatos rossz szándékot kell megállapítani a megállóban nagy sebességgel hajtó vezetőről, aki az utolsó pillanatban kapcsol ki és fékez. Ezzel az utasok testi épségét is veszélyezteti. Kár volt ezért így sietni. A megállóban alig van egy-két le- és felszálló. Ez érthető, hiszen az előttes szerelvény másodpercekkel előbb indult ki innen. A következő pedig még nincs a láthatáron. A vezetőt úgy látszik, semmi sem érdekli a hajrán kívül. Siet, rohan, szinte már úgy tűnik, mintha csak üldözni akarná az előttes szerelvény. Ennek a rohanásnak köszönhető, hogy a szerelvények között nagy hézag keletkezik. Ennek következtében a megállóhelyeken egyre több a türelmetlenül várakozó utas. Ha végre befut a villamos, megindul az áradat. Az utasok egymást taszigálva küzdenek minden talpalatnyi helyért. És milyen veszélyes ez a zsúfoltság, pedig a kocsiban még néhány utas elférne.
A kalauz is példát mutat tehetetlenségéről, hiszen neki kellene beljebb küldeni az utasokat, mert akik már fent vannak a kocsin, nem sokat törődnek a lépcsőn kapaszkodókkal. Lecsúszik a kezem, menjenek följebb! Fogózkodjon! Nem bírom, a karom feljebb, jaj, leesek! Most már megértik, ugye, hogy nem egyedül ez a fiatalember a hibás balesetéért. Felelős érte a száguldó kocsi vezető is, aki már messze jár, büntetlenül tovább rohan kocsijával, de felelős érte a zsúfolt kocsi kalauza és vezetője is, akik eltűrték, hogy az utasok a lépcsőn utazzanak. Ez a súlyos példa emlékeztesse minden forgalmi dolgozót az utasítások pontos betartására.